Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, sok szeretettel köszöntelek benneteket, ismét találkozunk. Örülök, hogy érdekel benneteket Isten igéje. Most folytatom a Dáviddal kapcsolatos történetet, most a fiáról fogok beszélni, több fia voltam neki, most az egyik fiáról, a kedvenc fiáról lesz szó, így hívták, hogy Abszalom. Dávid király, ugye egy melegszívű király volt, szerették őt a katonái, az emberei, a szolgái, nagyra becsülték őt, erős, harcos ember volt, és szép fia született. Tehát Abszalomnak hívták a fiát, és hát a több fia közül valahogy, mint ahogy tudjátok, ti magatok is érzitek talán, hogy ahol több gyerek van, ott van mindig egy kedvenc. Akár kedvenc fiú, akár kedvenc lány. És Dávid a kedvenc fiát, Abszalomot megkülönböztetett módon szerette, törődött vele, biztos ajándékokat adott neki, közel engedte magához, és nagyon, nagyon jó viszonyban voltak, és hát ez a szép, magas, erős fiú, ez nagyon érdekes, különleges ember volt. Egy jelenetet pillantunk meg, mégpedig az, hogy a királlyal együtt van. Barátságosan elbeszélget, és a király mindig úgy gondolta, hogy nem csak ő szereti Abszalomot, hanem hogy Abszalom is szereti őt. Nem is gondolt volna olyat, hogy ez az Abszalom azért, hát, nem egészen szerette az apját. Abszalom mindent elfogadott, minden kedvességet, minden szeretetet, minden simogatást, minden finom falatot, a kedvenc süteményeket, mindent elfogadott. De hogy ő szerette volna az apukáját olyan nagyon, hát tudott mosolyogni, tudott hízelegni, de ott a szíve mélyén, majd később látjuk, minthogyha nem is olyan közel állt volna a szíve az apukájához. Hát nem is tudom, hogy miért, talán majd rájövünk. Gondolkodjatok ti is. A ti családotokban is van kedvenc fiú, kedvenc lány, vagy éppen te vagy a kedvenc, és tényleg szereted apukádat, anyukádat? Kiderül az, hogy Abszalom nem szerette igazán az apját, Dávidot. Valahogy ez egy érdekes dolog. Mi lehetett a háttérben? Mi lehetett az oka annak, hogy nem szerette úgy, olyan odaadóan, olyan meleg szívvel, olyan nagy szeretettel az apját. Ez a gyerek már egész fiatalon irigykedett az apjára. Irigykedett, hogy ő király, és attól tartott, hogy vannak ő neki még más testvérei, és esetleg azok közül választ az apja maga helyett királyt, ha majd megöregszik. Irigy volt az apjára, és valahogy ő szeretett volna a királyi székbe beülni, onnan
kormányozni az egész ország népét, parancsokat osztogatni. Szerette volna, hogyha mindenki meghajol előtte, mindenki bókul előtte, és királynak szólítják. Abszolom királyom, szerette volna, hogy az utcán, a palotában, hogy mindenki, ó felség, ilyen módon szólították volna, és hát csak azt hallott, hogy az apját méltatják, hogy mindig az apjáról beszélnek, hogy milyen nagyszerű ember, hogy milyen nagy dolgokat tett, hogy milyen harcos volt. Hát Absalon azért mondhatom, hogy talán a közelébe se juthatott volna, mert nem volt olyan híres harcos. Úgy látszik, hogy féltette a bőrét, és nem ment úgy a harcmezőre ki, hogy ő állt volna a sereg élén, és küzdött volna a hadsereg élén. Nem, ő nem olyan harcos volt, mint Dávid. Ő nem tudta volna legyőzni Góliátot, hiszen Absalon önmagát se tudta legyőzni. Nem tudta legyőzni Absalon magában még az irítséget sem, a rossz indulatot sem, a nagyra vágyás sem, a hazudozásokat sem, a hízelkedés sem. Ő nem tudta legyőzni. Ő egy kényelmes fiú volt. Azt szerette, hogy őt kiszolgálják. Nem szerette az apját. Amikor valaki az útunkban áll, akkor azt bizony nem szeretjük. És lehet, hogy te nem a királyságra vágysz, valami más dologra, és én nem tudom megmondani így. Talán lehet, hogy a te szívedben is van valami irítség valakire, apukádra, testvéredre, az osztálytársadra, vagy a szomszéd gyerekre, vagy valakire. Esetleg te is irítkedsz, és akkor valahogy egy távolság születik, egy távolság keletkezik közted, és a között, akire irigykedsz. Ó, milyen szomorú dolog is ez. Jobb, hogyha kivetjük a szívünkből az irigységet, és az irigység helyére szeretet kerül. Absalon ült a szobájában egy napon, és azon törte a fejét, hogyan lehetne ő király. Egyedül volt. És ilyen nagyra vágyó gondolatok voltak benne, nem is hesegette el, hanem ezen gondolkozott, hogy ő király. Nem is csak irigykedett az apjára, hogy ő a király, hanem hogy ő. Hogyan lehetne király? Hogy tolhatná le az apukáját a királyi székből, és hogy ő csücsülne oda csücsülne, és ő ülne ott a királyi székbe. És ahogy gondolkozott, ötletei támadtak. Hát ahhoz, hogy ő király legyen, meg kell nyerni az emberek bizalmát. Ó, tudom már, mit tegyek, gondolta Absalon. Kimegyek a város kapujába. Ott jönnek, mennek az emberek. Bejönnek a városba, hozzák az áruikat, hajtják a lovaikat, szamaraikat, megállítom őket, beszélgetek vele, vagy mennek kifelé az emberek, és lesz lehetőségem, hogy beszéljek velük, és kiállok a kapuba, és azt mondom majd az embereknek, hogy milyen kedvesek, aranyosak, és azt mondta az embereknek, ide figyelj, ti nagyon jóra való emberek vagytok. Hú, példátlanul jó emberek vagytok. És hát az én apám, hát ilyen kiváló embereket, mint ti,
észre se vesz? Nem törődik veletek? Ha én lennék a király, én jobb király lennék, mint apám. Tudjátok, feltenném a fejemre az arany koronát, és én lennék a király, a korona alatt lenne a nagy hajam, ugye, amit csodáltok, óriási, nagy, erős, drótszál erős hajam van. Mindenki nem csak a hajamat csodálná, hanem a koronát a fejemen. Ha én lennék a király, és kiáll tényleg a kapuba, a város kapujába, és mondogatta az embereknek, hogy ha ő lenne a király, oda ment az emberekhez, megölelte őket. Ó, te nagyszerű ember vagy. Te tudod, ha én lennék a király, akkor te lennél a miniszter mellettem. A másikhoz, és oda ment. Köszöntötte, ó, mint a régi ismerőse lett volna. És mondogatta, hogy ide figyeljetek, hogyha én lennék a király, és akkor az embereknek megtetszett az Abszalom mosolya, az Abszalom kedvessége, és elkezdték mondani, éljen a király, éljen a király, és Abszalom, ja, maga Abszalom, igen, Abszalom, maga jó lenne királynak. Jó lenne a királynak. Csak jöjjen el az a pillanat. Felséges herceg, én azon leszek, hogy maga király legyen. És aztán hát gondolt egyet Abszalom, egy sereget szervezett, és megtámadta a seregével apját. De a Dávid serege erősebb volt. Nagyon szomorú, véres harc tört ki Abszalom király serege és a Dávid katonái között. És a Dávid hadserege erősebb volt, úgyhogy kénytelen volt elmenekülni Abszalom az apja serege elől. Egy szamár hátra pattant föl, más nem volt ott, még lovak se voltak ott, fölpattant egy szamár hátára, és a lábával nyomogatta, gyerünk, gyorsítsuk, nyomta a gázpadált, gyerünk, és rohant vele az a szerencsétlen szamár, és egy nagy ilyen lombos fa alatt rohant vele, és Abszalom felakadt a nagy hajánál fogva arra az ágra, a szamár meg kiugrott alolla, és elszaladt, a nagy fülével is ijázott, és elszaladt. Abszalom pedig ott rugdalózott a levegőbe, és hát mi történt? Jött Dávidnak az egyik embere, és elővette a nyilát, és lelőtte Abszalomot. Lelőtte Abszalomot, a szívébe lőtt. Úgy gondolta Abszalommal szemben Joáb, Dávidnak az erős katonája, hogy aki az apja ellen fellázad, az apját le akarja taszítani a királyi székből, aki meg akarja ölni az apját, aki felforgatja az apjának a királyi palotáját, hogy az egy nagyon gonosz fiú lehet. És lelőtte. És aztán meghalt. Nem soká meghalt Abszalom. Elvérzett és meghalt. És akkor hát gondolkoztak a katonák, hogy hát hogy adjuk hírül a királynak, hogy meghalt a fia,
és futottak szolgák, gyalog futottak, hogy hírül adják a királynak, hogy meghalt Abszolon, aki fellázadt ellened. A királynak nagy szíve volt, a király azért apa volt, a király azért akármilyen is volt a fia, szerette, és nagyon-nagyon megdöbbent a király, és hullani kezdtek a könnyei, és leborult a földre, a porba hajtotta az arcát, és azt mondogatta, hogy fiam Abszolon, bár csak én haltam volna meg helyetted. Lán megdöbbentő, ugye a szülői szeretet, az apai szeretet, és legyetek hálásak, hogyha ti nektek ilyen apukátok van, hogyha nektek ilyen aranyszívű anyukátok van, legyetek ti is ilyenek, hogy a szeretet áradjon belőletek. Mi a szeretetet Jézus Krisztustól kapjuk, aki meghalt a Golgotán, hogy mi éljünk, hogy örök életünk, üdvösségünk legyen. Áldott az Úr.